Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Túlkeve televízió nézőit. Azt hiszem, hogy most már egy időszerű beszámolót kell tartanom, hiszen az elmúlt két rendkívül ülés esetében sem volt alkalmam beszámolni a város lakosságának, és örülnék neki, hogyha minél szélesebb körben tájékozottak lennének a városban zajló eseményekről. Legelső körben beszéljünk a ivóvíz helyzetről. Ugye egész várost ismét sokként érte az, hogy a hónap elején gyakorlatilag voltak olyan lakások, akár 100 számra a városba, ahol vagy nem volt ivóvíz, vagy olyan alacsony volt a víznyomás, hogy az a élhető mindennapi élethez szükséges alapvető komfortot sem tudta biztosítani. Nyilvánvalóan ez elfogadhatatlan. Nem győzöm mindenütt hangsúlyozni. Túlkeve város ivóvíz szolgáltatásáért a tiszántúli regionális vízművek ZRT a felelős. Minden egyes túlkevei lakosnak ezzel a ZRT-vel van szerződése, ő küldi a sárga csekket, az ő emberei biztosítják a szolgáltatást, tehát nem Túlkeve város önkormányzata az ivóvíz szolgáltató. Nagyon szomorúan hallottam, hogy a TRV ZRT több panaszra, kifogásra egyszerűen annyival elintézte, hogy forduljanak az önkormányzathoz. Az önkormányzat mozgástere ezen a területen nagyon-nagyon szűk. Arról is van tudomásom, hogy a különböző közösségi oldalakon elhangzott az, hogy újra felmerült az, hogy a víztoronynak a hiánya okozza a problémát alapvetően. Nagyon kérem, hogy józanul, józanésszel, higgadtan gondolkozzanak, és gondolják át, hogy mikor több mint másfél éve elborítottunk egy víztoronyot, és mindig mégis nyáron egy-két hónapra van probléma. Az hogy lehet, hogy a többi időszakban van víztorony, vagy olyankor valaki oda csempész egyet? Nem erről van szó, mint ahogy nem is arról van szó, hogy július elején két napig nincs víz a városba, majd utána elfogadható módon elindul az ivóvíz szolgáltatás. Arról van szó, hogy a TRV ZRT nem tud színvonalas üzembiztos üzemelést biztosítani a városban, aminek nagyon-nagyon sok oka van, de majdnem mindnek köze van a TRV ZRT-hez. Ennek az egyik oka az, hogy mint elmondtuk sokszor, a felére csökkent az ivóvíz kútjainak a vízhozama, és 1800 liter per perces mértékről a felére csökkent, és egyszerűen nem termel ki annyi vizet a TRV ZRT, amennyi a víz felhasználásához a hőséges időszakokban, amikor mindenki locsolni akar, meg zuhanyozni akar, amikor hazament, elegendő lenne. 800 köbméter felszíni tározója van a városnak, ez is nagyon sok lenne, hogyha szakszerűen mindig feltöltve rendelkezésre állna. Nagyon sokat számítana az, hogyha folyamatosan lenne készülve a TRV ZRT problémákra, és amikor már beütött a krach, és egyértelműen látszik, hogy nagy a baj, akkor szemlátomást mégiscsak tud üzemeltetni. Tehát ezzel a céggel küzdünk, sok levélben és tárgyalási fordulóban próbáljuk rávenni őket, hogy normális, színvonalas ivóvíz szolgáltatást biztosítsanak a városban. Ennek a küzdelemnek az az eredménye, hogy most éppen az elmúlt napokban megint nem volt beérkezett panasz az önkormányzathoz, de nyilván ez nem oldódott meg. Tehát egy üzembiztos, folyamatos ivóvízellátásra van szükség. Hazugság lenne azt állítani, hogy a víztoronynak semmi köze nincs hozzá, de ha van is hozzá köze, úgy van hozzá köze, hogy a TRV ZRT írásban azt állította, hogy tud üzemelni ez a rendszer víztorony nélkül. Annyira azt állította, hogy birtokunkban van az a hatósági engedély, ami vízjogi létesítési üzemelési engedélyként a TRV ZRT 2026-ig hozzájárult a víztorony nélküli üzemhez. Ők mondták azt, hogy ez működni fog. És működnie is kellene, hiszen sok más helyen is működik víz nélkül. A csőben az ivóvízrendszer, ha telített, ha van elég víz, mikor otthon kinyitják a csapokat, folyamatos utánpótlásba kell menni a vízhálózatba. Akkor van gond, hogyha nem veszik észre, hogy a vízhálózat telített, kinyitja otthon mindenki a csapját, elkezd kifolyni a víz, és ha nem növelik a nyomást a vízműtelepen, ha nem tesznek annak érdekében, hogy elegendő legyen, akkor két dolog történhet. A. Önöknél kevés lesz a víz, nem folyik a csapból, kicsi a nyomás, vagy hirtelen rácsavarják, amikor ez a pulzáló, dinamikus nyomás, az egyszerűen szétcsattintja a földbe ezeket a régi vezetékeket, amik ott vannak sok évtizede, és jön a csőtörés, amiért megint nem lesz víz. Tehát megfelelő színvonalú üzemelés esetén nagy ellátás biztonsággal lehetne az ivóvíz szolgáltatást biztosítani, mint ahogy az év nagy részében van is erre példa, de nyáron, amikor a legnagyobb a vízigény, ezt nem tudja megtenni a TRV ZRT. Jelen pillanatban a képviselőtestület rendkívül ülésen döntött arról, hogy 35 millió forintos bekerülési költségen egy a TRV ZRT időszak alatt már tönkrement kutat helyreállítunk, megjavítatunk, annak érdekében, hogy plusz 5-600 liter per perces vízhozamot érjünk el.
A testület stratégiailag elkötelezte magát azon is, hogy felállítja lehetőleg gyorsabban a új víztornyot, illetve még egy kutat furat. Ettől még nem lesz minden rendben, hiszen a vízhálózatunk ettől még előregedett, és a földben menő vezetékek régiek, és sok lehet a csőtörés, nagy a hálózati veszteség, és hosszan sorolhatnám. De a testület, ami rajta múlik, megtesz. Így is kényszerpályán vagyunk, mert nekünk kell lépnünk azért, hogy önök minden túlkevei háztartás ivóvízzel legyen ellátva. Pedig ez a TRV ZRT feladata lenne. Tehát a Túlkeve város önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, és ő áldoz több 10 milliót azért, hogy a TRV ZRT önöktől be tudja szedni a csekket, és ki tudja fizetni a vizet. Nyilvánvalóan nincs ez így rendben, nyilvánvalóan keressük a TRV ZRT-nek a felügyeleti szerveit és tulajdonosi jogokat gyakorló cégeket. Folyamatosak a tárgyalások, most éppen belengedtem a szerződés felmondását a TRV ZRT-vel, hogy más szolgáltatót keres a város. Ez nem nagyon egyszerű egyébként, mert nyilván néhány állami szolgáltató van csak az országban. Ennek ellenére megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni. Kérem, higgyék el, hogy a hivatalban sok ember, sok köztisztviselő, számos munkatárs dolgozik azon, hogy ezt a problémát megoldja, annak ellenére, hogy ez a TRV ZRT problémája. A másik nagy érdeklődés, a számottartó kérdést, legalábbis ha azt veszük, hogy mi megy a közösségi oldalakon, az a Bringa Park létrehozásának a terve volt. Kérem szépen, ott meg az a probléma, hogy ugye alapvetően sikeresen pályáztunk egy Bringa Park létrehozására. A Bringa Park sokféle van, BMX akadálypályáktól kezdve versenypályákig mindenféle van. Ez egy úgynevezett pumpa park, ami nagyon picit hepe-hupás, picit kanyarodik ilyen 8-asba, de alapvetően egy amatőr pálya. Ezen pici gyerekek, 2-3 éves gyerekek ilyen lökőbiciklin is tudnak közlekedni, de alkalmas arra is, hogy mondjuk nagyobb gyerekek mondjuk körbe menve élvezzék a sebességnek és a hullámoknak adta lehetőségét. Ez nem gördeszkapálya, nem műanyag és aszfaltnak a hangja. Ez gumikerekű biciklik, nincs nagy hanghatás. Magát a pályázatot a Sirály Park céljára adtuk be, tehát a önkormányzat emellett döntött, így adtuk be, ez volt a terv. Majd kijött a tervező és a kivitelező, és azt mondta, hogy nagyon jó, a helyszín megfelel, csak a Pringa pálya nem fog így rendesen működni. Az országban ez a cég, meg ezek tervező közel 30-40 pályát üzemeltet, azt mondja, 2-3 hely van, ahol nem működik, ahol nincsenek tömegek, ott, ahol a város kitette perifériális területre, város szélére, és nem hagyta, hogy bent legyen a központban. Ahol központban van, ahol közösségi térben van, ott jól működik. Mert ez nem más, mint egy játszótéri elem. Ez nem más, mint egy hinta. Csak ezen kerékpárosok vannak. Ez nem kell, hogy hangosabb legyen, mint bármelyik más játék. Nem kell, hogy emiatt legyen a ligetben éjszaka bulizás, mert éjszaka bulizás nem emiatt van, hanem amiatt, mert nem tudunk rendet fenntartani, és ez magunkra épp úgy kritika az önkormányzatra, mint bárki más szereplőre, hiszen gyakorlatilag nyilván valakik elengedik otthonról azokat a gyerekeket, meg valakik hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen bömbölő vacakokkal kimenjenek a ligetbe és ott hangoskodjanak. Nyilván a gyerekeknek is lenni kell valahol, addig, ameddig nem volt hova menni, addig azt hallgattam, hogy nincs hova menni a gyerekeknek. Nyilván ez így nem maradhat. De maga a bringapálya nem jelenti azt, hogy az hangoskodással, zavarással, több szeméttel járjon, mint egy meglévő funkció. Emiatt megfontoltuk a szakértőknek az ajánlatát, akik tervezték a pályát, és akik potenciálisan kiviteleztek sok ilyen pályát, és azt mondtuk, hogy jó, hát akkor nézzük meg, hogy bent lakókörnyezetben hogy legyen. A másik elvárás az volt, hogy miután ez egy szabadidős tevékenység, ahol órákat tölthetnek családok, mint egy sportpályán vagy egy játszótéren, bizony szociális blokk az célszerű, ha van a közelben. Két helyen találtunk ilyet, egyik a Setit Mihály út volt, ahol ott van a mellette egy vendéglátóhely, a másik pedig a Liget volt, ahol ugye most készült el egy új WC szociális blokkal, babamama szobával, mozgáskorlátozott helyen, mindennel együtt. Ebből kifolyólag ebben gondolkoztunk. Na most a lakosság túlnyomó többségében, tehát 400 szavazatot meghaladóan 93%-kal azt mondja, hogy legyen a Ligetbe. Ennek ellenére van egy hangos kisebbség, aki azt mondja, hogy ne legyen a Ligetben. Mindenkit biztosíthatok, hogyha nem akarja a lakosság, hogy a Ligetben legyen, nem lesz ott. Tehát én biztos nem fogom, de a testület se hiszem erőből áttolni és olyan helyre tenni, ahol nem szeretnék. De az, hogy legalább objektíven, józan ész megfontolásával tárgyaljunk róla, ez az igény megvan. A Ligetet körbe fogjuk keríteni, hogy ne legyen éjjeli randalírozás. Házi rend kerül megállapításra, és szeretnénk egy Ligetőt felvenni a lehető leggyorsabban. Erre az eddigi tárgyalásaink sajnos sikertelenek lettek.
hiszen itt konfrontálódni kell lakosokkal, le kell szólítani a bicikliről a sétányokon száguldozókat, a sportpályáról le kell hívni a kerékpározókat, a dohányzókra rá kell szólni, tehát hogy felügyelni kell a rendet, ami nem egy egyszerű dolog, mikor ilyen sokan vannak ott, tehát nem egyszerű erre megfelelő embert találni, de ez a törekvés. Nem, ebben az évben már nem lesz kész, de kerítést szeretnénk a teljes liget köré. 9 óratájban, vagy illetve attól függ, nyáron, tavasz, nyáron és télen más időpontban be szeretnénk zárni az ligetet. Hogyha ennek ellenére nem értik meg azok, akik a leghangosabbak ebben az ügyben, hogy maga a gumibiciklivel közlekedni körbe, az nem hangosabb, mint mondjuk a sétányon menni most, vagy nem hangosabb, mint a sőt, valószínűleg halkabb, mint a kosárlabdapályának a patogó hangja, akkor elfogadom, és a józanész ellen döntenek az érzelmi érvek, akkor két lehetőség lesz, A. az, hogy máshová tesszük, B. azt, hogy nem valósítjuk meg ezt a parkot. A nem valósítjuk meg miatt azért kérem a megértését azoknak, akik nagyon vártak erre, mert látniuk kell, hogy ha jön egy olyan támogatás, ami 100%-os intenzitással támogat valamit, akkor van, amiben tudok magam dönteni. Ilyen például a futókör. Én nem kérdezek meg senkit. A ligetben futókört fogunk csinálni, és ott lesz kialakítva, 100%-os támogatás van, és nem fogok vele lemondani, mert a város gazdagszik vele. A Bringa Park esetében kb. Egy kétharmados támogatás van, tehát így is 10 millió forintos nagyságrendbe kell beletenni a városnak. Ezt jó szívvel beleteszi a város, ha van értelme, és sok túlkevés embernek jelent örömet az, hogy ez létrejön. De azt ne kérjék a városvezetéstől, hogy akkor is beletegyen ennyi olyan erőt, hogyha valaki azt mondja, hogy tegyük ki a kézilabda munkacsarnok helyére vagy mellé, ahova tudjuk, hogy valószínűleg nem lesz kihasználva és nem fogja senki használni. Ha senki nem használja, az nem ér 10 milliót. Ha sokaknak örömére van, az ér 10 milliót forintot a városban. Ez pályázati önerőként van, ez pont olyan, amire ha úgy dönt a városvezetése a most következő rendkívülülésen, akkor lehet, hogy meg lehet fontolni azt, hogy lemondjunk erről az egészről, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. És hát nyilván ez a két nagyobb nyilvánosságot kapott ügy mellett is lényegesen sok dolog zajlik egyszerre a városban, sok dolog történik egyszerre a városban. Nem véletlen, hogy a rendesülések mellett immár a harmadik rendkívüli ülést kell összehívnom, aminek vannak örömteli eseményei és vannak olyan részei, amelyekkel problémaként kell foglalkozni. Örömteli részei az új pályázatok beadása. Ugye most is 4 top pályázat beadása volt kész június 30-ra, sajnos a pályázatok kiírói meghosszabbították a beadást, tehát mi hiába készültünk el időbe, valószínűleg mások meg nem. Ebből kifolyólag most kitolták szeptemberre a beadást, ami azért gond, mert minden egyes kivitelezési költség havonta százalékokkal megy feljebb, tehát ilyen mértékű inflációval nem tudjuk tartani azokat a pályázati kötelezettségeket, amiket vállalunk vagy tervezünk. A belterületi utakra természetesen pályázunk. Ez az egyik zászlós hajó, még lesz mindenképpen. Pályázunk ugye alapvetően a idős ellátásra. A legfontosabb most, ami az új pályázati körben, amit nagyon-nagyon ambicionálunk és nagyon szeretnénk, ezek a turisztikai fejlesztések, hiszen a strandra tudnánk nagyobb összegeket fordítani, ami nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy fejlődjön a strand. Tudom, hogy voltak kifogások az üzemeléssel kapcsolatban, a strand vezetése rajta van, hogy ezeket felszámolja. Tudom, hogy nem tudta ezt maradéktalanul gyorsan megtenni, csak azért kérek türelmet ehhez, mert nincs megfelelő alkalmazott. Nincsenek alkalmazottak, nem jelentkeznek állásra emberek. Aki a való világban él és látja Turkevét, látja Magyarországot, azt talán megérti. Meghirdetünk 5 állást, és nem jelentkezik egyre se senki. Nem tudunk felvenni több embert. Kellene természetesen az üzemeléshez, gépész kellene, úgy lehetne biztosabb a üzeme az egész strandnak, kellene még takarításban szakszemélyzet. Nem jelentkeznek emberek. Nincsenek itt olyan csúcsfizetések, hogy ez annyira vonzó legyen, és nagyon-nagyon nagy a munkaerő verseny, hiszen vannak olyan üzemek a városban, akik lényegesen jobban tudnak fizetni, mint ahogy az önkormányzat tud. Tehát ez egy nagy gondot okoz. Ez nem menti fel a strandot a kitrikák alól, de természetesen ez is hozzájárul jelentős részben, és megértés és türelmet kérek, megteszünk mindent annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Strandon túlmutatóan is, ugye folyamatosan foglalkozunk a pályázatok beadásával, a top pályázatokon túl is nagyon-nagyon sok téma van, amivel foglalkoznunk kell nap mint nap. Végre megjött a tulajdoni lap, bejegyezték a Finta Múzeumnak a tulajdonjogát, a városélet, de sok más témával is foglalkozott a város képviselő testülete az elmúlt időszak ülésein. Csak vázlatpontszerűen belenézve a napi rendekbe sorolnék fel néhányat. Az elmúlt 2 rendkívüli ülésen foglalkoztunk a város lakásállományáról.
Ez idáig 49 lakása volt az önkormányzatnak. Én nem tudom, hogy ki hogy fogadja el a nézők közül, de nem lehet nyereségesen üzemeltetni a lakásokat, mert a bérlőknek egy része nem fizet. Nem fizeti ki a bérleti díjat, nem fizeti ki a rezsit, és milliós, több milliós veszteséget hagy az önkormányzatra. Nagyon-nagyon küzdünk ezzel az egész folyamattal. Sajnos a szociális bérlakásnak az igénybevevői egy része, és nagyon kérem, hogy ne általánosítsunk, mert nem mindenki, vannak nagyon korrekt, tisztességes bérlői az önkormányzatnak, de vannak olyanok, akik notóriusan nem akarnak fizetni. Van, aki jön hozzánk, hogy családi katasztrófa van, veri az ember, mentsük meg, majd segítünk neki, és onnantól kezdve nem fizet semmit az égvilágon, és nem fizeti ki még a rezsit sem, meg a bérleti díjat sem. Tehát mindenféle kedvezőtlen tapasztalatunk van a üzemek során, és nyilvánvalóan nincs ez így rendben. A pályázatokon túl nyilvánvalóan folyamatosan foglalkoznunk kell a Start Szociális Szövetkezetnek a sorsával. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a szövetkezetet a pályázati kötelezettségekig életben tartsuk. Most idén már úgy néz ki, hogy a foglalkoztatási kötelezettségeknek a végére egy fogunk érni. Nyilvánvalóan a szövetkezet sok kritikára adott hangot. Én megítélésem szerint lelkiismeretesen megpróbáltak tenni néhányan ott, hogy haladjanak az öltségpucolással. Azt nem lehet jövedelemszerzően csinálni. Senki nem akarja megfizetni azt, hogy valaki megpucolta a krumplit, vagy leszeletelte a répát. Változtattunk a profilon, látszódik, hogy most már a szociális szövetkezet munkatársai hol itt tűnnek fel, hol ott tűnnek fel, a város életébe segítenek, bevesszük őket a jégpályaüzemeltetéstől kezdve a Juhász Fesztiválos rendezvényig egy halom dologba. Igen, egy kicsit a honnan alá kellett nyúlni a szövetkezetnek, de legalább teljesítjük a pályázati kötelezettségeket, legalább kevesebb pénzébe kerül a városnak és az adófizetőknek ez a területnek a fenntartása, és így most többségében szolgáltatásokból, megbízásokból jól tud működni a szövetkezet. Végre, illetve hát bocsánatot kérek a lakosságtól, mert nem várom el, hogy velem örüljenek, de végre július 1-től meg lehetett emelni azokat a járulékokat, amelyeknek már jó ideje stop volt a részén, tehát a temetői járulék, a gyepmesteri telepnek a lerakási járuléka, minden ezzel kapcsolatos egyéb szolgáltatási díj, amit halogattunk, a mezőri járulék, minden július 1-jel emelkedett. Ez lesz, akinek nagyon kellemetlen lesz, és lesz, akinek fájni fog, hiszen hihetetlen egy 20-30%-os emelkedés nagyon sok. Kérem nézzék el, hiszen 2-3 éve nem tudjuk emelni. Miközben a magyar állam kötelezővé tette, hogy emeljük a garantált bérminimumot, emeljük a minimálbért, többe kerül az üzemanyag, többe kerül minden az életbe, de a beszedett költségek nem tudtak gyarapodni, és nem tudtak ezzel lépést tartani. Sokkal nagyobb léptékű emelésekre lenne szükség. Nyilván figyelembe veszük azt, hogy senkinek nem esik ez jól, és a város lakossága sincs túlnyomó többségében abban a pénzügyi helyzetben, hogy méltányolni és elfogadni tudja ezeket az emeléseket. Ennek ellenére július 1-től végre hatályba lépett több olyan dolog, ami veszélyeztette a város működését és költségvetését. Az oroszlán vendéglőnek, mint azt lehet látni, aki a Petőfi téren jön-megy, megkezdtük a felújítását, nagyon nagy költségre számítunk, már most a bontás során látszódik, hogy sokkal több a kár és a baj, ami az elmúlt évtizedekben érte az épületet, mint gondoltuk. 2003-ban nyilvánították életveszélyessé, 2009 óta senki egy önkormányzat sem tudott rákölteni pénzt. Nem fordított rá senki. Áltóhelyében csak tönkrefele ment. Most, ahogy a födémbontása megindult, kiderült, hogy a teljes födém szét van rohadva, több helyen beszakadt, bontáskor falak borultak ki maguktól csak úgy spontán. Örülünk, hogy egyáltalán baleset nem történt. Hála a munkaszervezésnek és a balesetvédelmi rendszereknek. Tehát nagyon-nagyon nem zajlott biztonságosan. Tehát a oroszlán vendéglő sorsa ezzel talán, ha még nem is ér révbe, de talán az épület megmenekül. Ami a buszpályaudvarnál, a másik ilyen hányatott sorsú épületünknél még nem mondható el. Ott egy ajánlatot kaptunk a Volánbusztól, aki azt javasolta, hogy ősz rákölt 170 milliót az épületre, irreálisan magas a pénz, tehát kevesebből csinálták az egészet annak idején, és akkor ennek részében tulajdonrészt szerez. Ez kb. Annyi. Felújítja, ha neki adjuk az épületet. Nyilván a testület ezt az ajánlatot nem fogadta el, tehát próbál egy előnyösebb tárgyalást létrehozni, de nagyon törekszünk rajta, hogy cikluson belül ennek a szintén hányított sorsú épületnek a sorsa rendeződjön.
Több pályázatot is írt ki a város, ezek közül ugye van, ami cukrász üzemeltetéssel kapcsolatos, van, ami ezzel kapcsolatos jogokat létesített, ingatlanokat hirdettünk meg eladásra, tanyahelyet hirdettünk meg eladásra, mert nyilvánvalóan ugye, ahogy gyarapszik a város és növekszik a vagyona, úgy időnként azokkal, amiket nem tud célszerűen bölcsen hasznosítani, nem baj, hogyha értékesít is, és ennek megfelelően tesz annak érdekében, hogy ezeknek az észszerű cseréje megtörténjen. Szintén hosszún tárgyaltunk a termálkutak kísérőgázüzemével kapcsolatosan a strand területén. Ott ugye alapvetően a metánhasznosításnak a előmozdulását kívánjuk segíteni, illetve a városban most a energiahatékonysági programban foglalkozunk azzal, hogy napelem parkkal vagy napelem kísérőművel foglalkozzunk vagy fejlesszük a strand energiaellátását. Meg lett vizsgálva érdemben, megvizsgálása történt az, hogy van a szükség nyári napközire. A iskolák segítségével próbáltunk igényfelmérést mérni. Nagyon kicsi volt a jelentkezőknek a száma. Ennek ellenére a könyvtárban és a művelődési házban táborokkal, gyermekfelügyelettel, délelőtti foglalkozásokkal várják a munkatársaim azokatnak a szülőknek a gyermekeit, akiknek a nyári munkahelyi kötelezettségei nem teszik lehetővé azt, hogy máshová tegyék gyermeküket, és nem tudnak nagyszülők besegíteni mondjuk a gyermekfelügyeletben. Nagyon-nagyon sok témával foglalkozik nap mint nap, vagy hónapról hónapra a testület. A képviselőtestület üléseinek a teljes képanyagát a Túrkeve Televízió YouTube csatornáján megnézhető. Kérem az érdeklődőket, hogy kísérjék figyelemmel a városban zajló eseményeket. Egy jó demokratától elvárható az, hogy részt vegyen a döntésekben, tájékozott legyen, tudja, hogy mi történik a közösségben, és úgy alakítson ki véleményt. Kérem önöket is, hogy folyamatosan tájékozódjanak, hogy mi zajlik a városban, mert nagyon-nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy szerte a közösségi oldalakon megalapozatlanul, információhiányosan úgy fogalmazódnak meg véleményük, hogy igazából nem tudják a hátterét, nem tudják, hogy mi a valós, nem tudják, mi az igazság egyáltalán abban az ügyben, pedig az interneten, a Túrkeve Televízió csatornáján, az előterjesztésekből a honlapon kiderül, hogy mik is történnek a városban. Bízok benne, hogy az a rendkívüli aszály, ami jelentkezett a túlkevés mezőgazdasági termelőknek, valamilyen kormányzati segítséggel, aszálykár enyhítéssel megoldásra kerül. Bízok benne, hogy a strandnál sikerül normalizálnunk a működést, és bízok benne, hogy önöknek legtöbbjüknek kellemes, jó nyara lesz. Bízok benne, hogy most a Covid megszüntetett szankciói vagy szigorításai miatt el tudnak menni nyaralni. Kívánom, hogy legyen úgy bevételük, legyen lehetőségük, legyen szabadságuk, hogy minél több időt a családjukkal tudjanak tölteni. Mindannyiunknak kellemes nyarat, kellemes időtöltést kívánok!